Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket, Barbara vagyok a Nárciszkócs. Ma a narcisztikus nagymamákról készítettem videót. Olyan dolgokat tudok hozni nektek, amiket a szakirodalomban én is megtalálok, amik leginkább előfordulnak. Gondolom, hogy ha valakinek a nagypapája narcisztikus, akkor hasonlóképpen kell gondolkodni a nagypapáról, de a videó jelenleg a nagymamákról szól. Vannak új híreim. Ugye most 2022 évvége van, és 2023. januárjában például lesz egy challenge -ünk. meg fogjátok találni az ezzel kapcsolatos híreket a Narcis Coach Facebook oldalamon, meg a Tükrömlét csoportban is megosztjuk. Ebben a zárt csoportban viszont olyan sokan vagytok, hála Istennek, de már közel 16 ezeren, hogy a posztok nagyon gyorsan váltják egymást, úgyhogy ott nehezen fogjátok tudni megtalálni az ezzel kapcsolatos posztokat, úgyhogy érde érdemes a Narcisz Coach vagy a Life Changer csatornámat a Facebookon bejelölni, és akkor fogjátok tudni olvasni ezt a challenge-et. Az lesz a lényege, hogy két vagy három napon keresztül, aki bekapcsolódik ebbe a kihívásba, az olyan kapcsolatba tud lépni velem, hogy élő adásban fogok kérdéseitekre válaszolni, amiket előre majd összegyűjtünk, begyűjtünk, hiszen nagyon sokszor vannak ilyen kommentek, akár videók alatt, akár e-mailben, hogy csak egy kérdésem van, Barbara, csak erre válaszol, csak arra, nyilván nem mindig minden kérdésre lehet így röviden válaszolni, hiszen sokszor sokkal több információra van szükség ahhoz, hogy válaszolni tudjak egy kérdésre, de ez egy ilyen alkalom lesz, hogy esetleg azokat a témákat is egy kicsit átbeszéljük, amit érdekelnek, de eddig a videóban nem találtatok rám magyarázatot. Már most kezdhettek ezzel kapcsolatban nekem üzenetet küldeni. A narciszkocskukac.gmail.com-ra írjátok meg, hogy a kérdések és válaszok challenge témakörben mire szeretnétek majd választ hallani, de ehhez az kell, hogy legyetek is ott majd velem. Szóval ez lesz az egyik újítás. A másik újítás, hogy napokon belül elindul a Youtube-on a tagsági lehetőség. Nem tudtam, hogy van ilyen. Négy szintet lehet bejelölni, minimális összegtől egészen a 16 ezer forintos havi támogatásig, tehát a, a havi 800 forintos összegről beszélünk. Ez a legkisebb opció, ezeket készen kínálja fel a YouTube. Tehát, hogyha ehhez csatlakoztok, és havonta ilyen tagsági díjként támogatást fizettek a csatorna működéséhez, négy opció van, 800, 3000, 6000, 16 ezer, valahogy ennek a környékén vannak az összegek, nem is tudom pontosan, akkor ezért különféle szolgáltatást tudtok majd kapni. Többek között lesz egy zárt Facebook csoport, ahol én minden nap megjelenek, körülbelül egy fél órát eltöltök, és az aktuális kérdésekre tudok válaszolni. Lesznek olyan videók, amit csak a tagok láthatnak, mások nem, meg mit tudom én, ilyen chat bejelentkezés, kérdésválasz, kérdésfelelek, menü. De Érdemes ezen elgondolkozni, hogy akár egy 800 forintos, vagy 300, vagy bármennyi összeg, ami számodra elérhető és megfogható, azzal támogatod ezt a csatornát. Nekem azt a munkámat tudod segíteni, hogy a tímünkkel együtt, hiszen most már hatan dolgozunk. Ebben a Nárcizkocs tímben, hogy tartalmakat tudjunk nektek hozni, hogy képzéseket tudjunk nektek csinálni, tehát hogy minél több ilyen anyagot tudjunk majd prezentálni, minél érdekesebb témákat tudjunk még felhozni, minél jobb képzéseket tudjunk Magyarországra szállítani nektek és megvenni ezeknek a licenzdíját, hogy minél több ember gyógyuljon és kijöjjön ezekből az abúzusokból, ami főleg így év végén nagyon-nagyon hát hogy mondjam, magas szintre tud menni, mert ez egy olyan időszak, amikor a szeretet ünnepéről van szó, és ilyenkor a nagymamáknak is fontos szerepe van az életünkben, és nagyon sokszor ilyenkor vannak olyan családi események, ahova el kell mennünk együtt egy karácsonyt együtt tölteni, és bizony ilyenkor, ha tetszik, hanem oda kell ülnünk egy asztalhoz a narcisztikus nagyszülőhöz is. Természetesen, ha szemveknint idézném, akkor azt mondaná, hogy mi a francnak mész oda? jogod van, akár családtagod, akár nem, ha pántalmazó, hagyd a francban, ne menj oda. De azt is tudom, hogy nem ilyen egyszerű, és sokszor sok szemponton kell ára, átrágni magunkat, és nem csak a magunk szempontjai, hanem a párunk szempontjai is a döntőek. Tehát most nem kifejezetten karácsonyi videót készítek, hanem arról beszélek nektek, hogy milyen is egy narcisztikus nagyszülő, hogyan ismerhető fel, és természetesen ilyenkor neked szülőnek van nagy felelősséget, hogy a gyerekedet megvéd, tehát a lehető legkevesebb időt hajt, hogy kettesbe legyen vele, hogy ne tudja őt abuzálni, ne tudja őt bántani, hiszen ezeket a dolgokat egy narcisztikus személy önkéntelenül végzi, míg a pszichopata szándékosan végzi, az már rossz indulatúnak minősül. Még egy fontos bejelentés, közérdekű bejelentés napokon belül elindul a narcisscoach.hu weboldalam, ahol hát az elején még nem fogtok olyan sok tartalommal találkozni, de ahol lehet már a képzéseket online megvásárolni, átutalással lehet egyelőre majd fizetni, később a következő hónapokban lesz majd direkt fizetési lehetőség is, ahogy ez beindult és teljesen elkészült, és minden képzésünk fölkerül, és az lesz majd a tendencia, hogy a mit tudom én 15-20 képzésből körülbelül csak 4 5 fogok én élőben tartani, a többit az csak online lehet majd megvásárolni és részt venni, tudsz majd böngészgetni benne, és a célom az, hogy majd heti blog bejegyzésekkel jöjjek elő, Januártól hetente, két hetente valami friss tartalommal, és olyan hírlevelet szánunk nektek, ahol szintén ilyen érdekességet is kaptok majd, hiszen eddig a hírlevélben csak a képzések akcióiról tudtunk tájékoztatást adni. Most a tímünkkel úgy döntöttünk, hogy érdekes új tartalmat, tippeket, ötleteket is fogunk majd nektek küldeni, úgyhogy érdemes feliratkozni a hírlevélre amit itt is megtaláltok a videó linkje alatt. Kérlek, hogy ne felejts el ma is egy linket nyomni a videóra, mint a témára, hiszen így tudunk majd minél több emberhez eljutni, hiszen tudod, azt a küldetést vállaltam, hogy százezer magyar embernek nyújtsunk segítséget abban, hogy ki tudjon jönni az áldozati szerepből, és áldozatból túlélővé váljon, és ne tűrje tovább a narcisztikus bántalmazást. Bízom abban, hogy ez a százezer ember, ha hozzájuk eljut az üzenet, ez megsokszorozódik azáltal, hogy a benne élő családtagokat is elkezdjük majd megvédeni a bántalmazótól, így például a gyerekeket, vagy unokákat. Szóval 11 dolog, amit a narcisztikus nagymamák tesznek. Ugye a nagymama szó hallatán mindenkinek azok a kedves, idősödő hölgyek jutnak az eszébe, akik imádják az unokáikat, és azon vannak, hogy a saját gyermekük életét is megkönnyítsék azzal, hogy sok időt töltsenek az unokáikkal, segítenek a családban, fűznek, amiben tudnak, részt vesznek. De a narcisztikus nagymama egyáltalán nem ilyen. Mivel a narcizmus miatt egy torzított vagy törött szemüvegen keresztül látja a világot és érzékeli a dolgokat. A narcisztikus nagymama, ahogy a többi narcisztikus is önmagával van elfoglalva, a saját igényeit helyezi mindig előtérbe, ráadásul nagyon gyakran igazságtalan, kegyetlen, szadisztikus is, aki szétzúzza a jól működő családi dinamikát és káoszt terem. Ha neked is volt, vagy van ilyen narcisztikus nagymamád, vagy az anyósod, anyukád narcisztikus, akinek a te gyerekeidnek ő a nagymamája, tehát, hogyha ilyen az édesanyád, akkor nagyon jó, ha megtudod azt, hogy hogy működnek a narcisztikus nagymamák, hogy hogyan bánnak az unokákkal. Néha vannak kivételek. Ezt én is Bánki Györgytől hallottam az egyik előadásában, ami fönt volt a YouTube-on hogy néha egy narcisztikus nagyszülő, nagymama vagy nagypapa tud jobban bánni az unokákkal, mint ahogy a gyerekeivel tette. Ezek azonban a kivételek. Nézzük meg most nagy általánosságban, hogy mi jellemzi őket. 11 ilyen tulajdonságot fogok felsorolni. Az első, a narcisztikus nagymamák hazudnak. Bizony, hazudnak. Ahogy minden narcisztikus, a narcisztikus nagymamák is hazudnak mivel a narcizmus tönkre teszi az egyén igazmondó ösztönét. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az állandó ok nélküli hazudozás az a pszichopatákra jellemző, és a narcisztikus sokszor konfabulál, meseszövést végez, de azonban a hazugság nála is előfordul. Hiszen a fő szempont, hogy meg tudja tartani a grandiozitását, a nagyzásosság képét fent tudja tartani, és ezért mindenre hajlandó. Elrejti a hibákat, manipulálva hazudozik, hogy a többi embertől be tudja gyűjteni a narcisztikus forrást, amire oly nagy szüksége van. Ezért a narcisztikus nagymamák is hazudnak a saját gyermekeiknek, ahogy az unokáiknak is. A felelősséget azonban semmilyen általuk elkövetett hibáért nem vállalják fel. Másokat hibáztatnak, akár a te gyerekedet, a saját unokádat is, a saját unokáját is. Vagy ha te vagy az unoka, akkor téged. Nem ismerik be, ha tévednek, ha valami rosszat csináltak, még akkor sem, ha rajta kapták őket. Olyankor is a másikat okolják tudod, kolterápián tanuljuk ez a külső kontrollosság, tehát ennek is oka van, ha szeretnél többet megtudni a narcizmusról, és a gyerekkori eredetről, akkor végezd el a kolterápiát online, vagy jelenléttel. Tehát ilyenkor is a másikat okolják. Általában a manipulációjuk áldozatát okolják. És hogyha valamelyik unoka nagyon okos, és átlát rajta, azt különösen nem fogja őt szeretni a nagymama. Azt mondja például, hogy muszáj volt hazudnom, mert ezzel tudtam megakadályozni, hogy butaságot csinálj. Ugye? Mondják. Jellemzően tagadnak a végsőkig, még akkor is, amikor bizonyíték van arra, hogy hazudtak. Olyan is van, hogy veszekedést generálnak, hogy eltereljék a figyelmet a saját hazugságukról. Tehát vedd észre ezeket a hazugságokat. A második jel a narcisztikus nagymamáról, hogy gázlángoznak. Ugye ez nem meglepő, hiszen a narcisztikus gázlángozik, bár a pszichopata az ezt is gyakrabban csinálja. De ez is egy tipikus, narcisztikus, manipulációs technika, van fent róla videóm, amit előszeretettel alkalmaznak, és a narcisztikusok ösztömből, zsigerből alkalmazzák ezt a gázlángozást. Meg tudod keresni, írd be a keresőbe, hogy gázlángozás, azt hiszem a narcisztikus, manipulációs technikák csomagban külön is megtalálod ezt a videót, hogyha rákeresel a YouTube csatornába. Ennek a lényege, hogy az áldozataik, adott esetben az unokák kételkedni kezdjenek saját magukban. Ezt azért teszik a nagyik, hogy nagyobb irányításra tegyenek szert felettük, jobban tudják őket befolyásolni, és ez számos okból kifolyólag teszik. Ha rajta kapják például az ő hazugságainak egyikén, akkor rögtön terelni kezd, vagy tagadni fog. Vagy akár a szeretteit, az unokáit is felhasználja, csak hogy elterelődjön róla a gyanú. Minél kevésbé bízol majd az ösztöneidben, az intuíciódban, a megérzéseidben, a narcisztikus annál jobban ki tudja használni ezt, és eléri, hogy minél inkább kételkedj magadban. És ezt csinálja az unokájával is. Azt mondja rád, hogy túlságosan is érzékeny vagy, nem is úgy volt, ez nem is történt meg, amit mondasz, bolhából csinálsz elefántot, miközben ez nagyon is megtörtént. És ha bedőlsz a gázlángozásnak, onnantól kezdve a narcisztikus nagymama azt csinál veled, amit akar. A harmadik narcisztikus tulajdonsága a narcisztikus nagymamáknak, hogy háromszögeznek. Ez a triangularizáció. Erről is van külön videó. A háromszögezés az, amikor a narcisztikus szembeállít egymással két embert, például két unokáját. Azzal, hogy az egyiknek mond valamit, vagy megvesz valami ajándékot, míg a másiknak egy teljesen más történetet ad elő, vagy neki nem veszi meg azt, amit szeretne. De olyan is van, hogy a saját gyerekét és unokáját háromszögezi tehát. Miért csinálja ezt? Például azért, mert dráma queen, imádja a drámát, szereti keverni, kavarni a dolgokat, összezavarni a szálakat, és élvezi, amikor azt látja, hogy robban a bomba. A másik oka annak, hogy a háromszögezés technikáját alkalmazzák, az az, hogy ettől azt érzi, hogy nála van az erő, nála van az irányítás. Ők a bábozók, akik a marionett bábukat irányítják, akik a bábok zsinegeit úgy húzogatják, ahogy a nekik tetszik. A grandiózusságukat erősítik azzal, hogy ők az egyetlenek, akik ismerik a teljes történetet, és felsőbbrendűnek érzik magukat ettől. Van, hogy bedobnak valami újabb szálat, vagy megváltoztatják a korábban előadott verziójukat. Ez nekik egy játék, amiben ők irányítanak, ezáltal ők a győztesek, még mindenki más csak lúzer. Mivel hiányzik belőlük az érzelmi empátia, az empátiának az érzelmi komponense, ettől még tud úgy tűnni, hogy ő nagyon adakozó, hogy ő egy aranyszívű ember, kognitív empátiája van, tehát tudja, hogy mit kell csinálni bizonyos helyzetekben, de érezni, érzelmi empátiája, átérezni dolgokat nem tud, és mivel ez hiányzik belőle, így fogalma sincs, hogy mekkora károkat tud okozni, hogy például tönkre teheti ezzel a testvérek közötti kapcsolatot. Vagy a szülő-gyermek közötti kapcsolatot nagyon kell erre vigyázni. Nem érdekli ez őket, csak az érdekli, hogy a saját igényei ki legyenek elégítve. elégítve. A negyedik tulajdonsága a narcisztikus nagymamának, hogy kiválasztanak egy arany unokát. Ugye tanultad, ha hallgattad a korábbi videóimat, hogy a narcisztikus is kiválaszt egy arany gyermeket és egy fekete bárányt a testvérek közül, és más. Más bánásmódban részesíti őket. A narcisztikus nagymamának is van egy kedvenc unokája, ő az aranyunoka. Jó, tehát ahogy a narcisztikus anya aranygyermeket választ, vagy apa, a narcisztikus mama aranyunokát választ. Ezt a gyereket tünteti ki a figyelmével. De az egész mégsem az, mint aminek látszik. Minden narcisztikus családban van aranygyermek és aranyunoka, és egy bűnbak egy fekete bárány. Az arangyermek kitüntetett figyelemben részesül. Ő mindig mindent jól csinál, neki mindent szabad, míg a bűnbak, ahogy a neve is sugalja, a fekete bárány ő a hibás mindenért. Az arangyermeknek nem kell vállalnia a felelősséget, míg a fekete báránynak, a bűnbaknak gyakran sokkal nagyobb felelősséget tesznek a vállára, mint azt a korához képest kellene vagy lehetne. Ebben a helyzetben azonban mindkét gyermeket bántalmazás, abúzus éri. Az aranygyermeket is, aranyunokát is, meg a fekete bárányunokát is. Első ránézésre a fekete bárányt, a bűnbakot éri nagyobb bántalmazás. De valójában az aranygyermek az, aki jobban megszenvedi ezt az egészet. Hiszen a bűnbak számára, a fekete bárány számára, mert gyerekként is világos, hogy őt bántalmazzák. Éppen ezért szívósabbá válik. Ő ki tudja mondani, hogy ez nem volt helyes, ami velem történt később. Általában azokból lesz a fekete bárány, ahogy említettem a mai videóban, akik okosabbak, akik jobban átlátják a manipulatív szándékot az aranygyermek bántalmazása az nem egyértelmű, az rejtett bántalmazás. Nagyon nehéz felismerni, azért rejtett, mert rejtve van. Jó, és ő csak akkor veszi észre ezt az egészet, ha már megtörtént a baj. Lehet, hogy mindent megcsinálnak helyettük, és azt hitetik el velük, hogy nekik mindenhez joguk van. Csinálnak belőlük egy újabb narcisztikust. És ezért nem fejlődnek ki bennük azok a készségek, amelyek a túléléshez és a függetlenséghez szükségesek lennének. Nem lesz mindenkiből narcisztikus, de nagyon gyakran ez a forgatókönyv. Ahhoz, hogy túléljék a narcisztikus anyjuk mellett, és leváljanak róluk, szükségük lenne bizonyos képességekre, készségekre, de ebben gátolják őket. Gyakran fejlődik ki bennük a narcizmus, ami, ugye tudjátok, egy élethosszig tartó mentális probléma. Ugyanez megtörténhet az arany unokával is. Tehát egy narcisztikus nagymama tud egy narcisztikus felnőttet létrehozni az unokából. Arról nem beszélve, hogy azzal, hogy az egyik unokából lesz az aranyunoka, a másikból meg a fekete bárány bűnbak unoka, ez a két gyerek közötti kapcsolatra is rányomja a bélyegét. Így a két testvér, vagy két unoka testvér nem tud szoros barátságot, szoros kapcsolatot kialakítani. A narcisztikus nagymamák természetesen ezt saját hatalmuk, erejük fitoktatása, illetve a narcisztikus forrás megszerzése miatt csinálják. Az ötödik tulajdonsága, hogy a narcisztikus nagymama alása a szülői tekintét. A narcisztikus nagymama alig várja, hogy a szülő kikerüljön a képből, és azt csináljon ő, gyakran a szülői tekintély aláásásával, az unokájával, amit csak akar. Ettől szintén azt érzi, hogy nála van a gyeplő. Ettől jól érzi magát, főleg akkor, ha a szülők nem tudják leállítani őt. Az unokát narcisztikus forrásként használja, kódependensé teszi, vagy narcisztikussá, vagy borderline -á. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, egy különleges kapcsolatot kell kiépítenie az unokával. És ebbe beletartozik a szülői tekintély aláásása, amit ő számos módon megtehet. Például olyan dolgokat vásárol a gyereknek, amit a szülők nem szeretnének, és hozzáteszi, hogy ez maradjon köztünk. Minél narcisztikusabb a nagymama, zárójelbe ez lehet nagypapa is, annál inkább alkalmazza ezt a módszert és a gyermeket, annál jobban szembe fog menni veled, ha te vagy a szülő, mert a nagymama azt tanítja neki, hogy nem kell azt csinálni, amit a szülő mond. A hatodik tulajdonság, hogy a narcisztikus nagymamák elszigetelik az unokáikat. Ez is egy manipulációs trükk. Mégpedig az, hogy elszigetelik az unokát a család többi tagjától és a barátaiktól. Ezt úgy érik el, hogy elhitetik a gyerekkel, hogy ő felsőbbrendű, mint a többiek. Azt mondogatják neki, hogy nem kellene az idejét olyan emberekre pazarolni, akik nem olyan jók, mint ő. A sikeres narcisztikus mamik ezt olyan finoman csinálják, hogy a gyerek észre se veszi, hogy mi történik. Például elviszi őt mindenhova, ahova a gyerek menni szeretne. Pont úgy csinál, mint a narcisztikus szerető, amikor be akarja hálózni a párját. A lovebombingba. Eléri, hogy a gyerek vágyja a nagyszülő figyelmét, és amikor ez megtörténik, akkor elkezdenek követelésekkel előállni. Méghozzá irreális elvárásokat támasztanak vele szemben. Tudod, mindig mindennek ára van a narcisztikus kapcsolatban. A narcisztikus kapcsolatok szakasza, szakaszai minden esetben az idealizáció vagy lovebombing, a leértékelés, majd az eldobás, vagy behelyettesítés, vagy visszahúverelés, visszaporcivózás. Ugyanezt csinálják a narcisztikus nagymamák az unokáikkal is. Idealizálják őket, ám amikor irreális elvárásaik lesznek, amit a gyerekek természetesen nem tudnak teljesíteni, akkor leértékelik őket, majd végül eldobják. Ezt teszik az unokáikkal, és az egyéb családtagjaikkal is. Vannak, akik az egész családot elhagyják, Eldobják, beleértve az egykori aranyunokát is és egy teljesen új családot alapítanak. A hetedik tulajdonság, hogy a narcisztikus nagymama körbeudvarolja az unokát. A narcisztikus nagymama ugyanúgy viselkedik, mint a legtöbb bántalmazó. Ebbe kezdésként beletartozik az idealizálás fázisában, hogy körbeudvarolja az unokát. Ez azért teszi, hogy a gyerek végül elfogadja azt, amit ő akar. Ez nagyon is tipikus narcisztikus viselkedés. Behálózzák, elbűvelik az áldozataikat, elhitetik velük, hogy ők különlegesek, és hogy ő a narcisztikus világának a közepe. Aztán szépen lassan elkezdik kimutatni a foguk fehérjét, és utána elkezdik elhitetni velük ennek az ellenkezőjét. Azaz azt, hogy valami baj van velük. A váltás néha nagyon hirtelen történik, tudjátok, a narcisztikus embereknél ez a switch, ez a váltás valamilyen esemény után következik be a legtöbbször. És ez bekövetkezik. Mindig bekövetkezik. És akkor azt fogja mondani, hogy ez nem lehet, hiszen ő olyan nagyszerű, azt mondja az áldozat. Azt hiszi, hogy valamit ő rontott el, vagy rosszul látja, rosszul értelmezi a dolgokat, és magában kezdi el keresni a hibát. Ez segíti a korábban már említett gázlángozás is. Ez kifejezetten romboló lehet, főleg egy kisgyermek számára. A kisgyermekek 7 éves korig különben is mindent magukra vesznek. Magukra vállalják a felelősséget, ezt megtanuljuk a TK-akán, hogy a legtöbb kódependens tünetünk innen ered. Életünk első hét évéből, 6-7 évéből, ezért a pici gyerekek különösen veszélyben vannak, a egyedül hagyjátok őket a narcisztikus nagyszülőkkel. Tehát ez nagyon romboló lehet egy kisgyerek számára, mert ő még nem elég érett ahhoz, hogy megértse, hogy mi is történik valójában. Nem tudják, hogy ez a bántalmazás, ez az egész, és ezért gyakran nem is mondanak semmit, még a szüleiknek sem. Nem mondják el a történetet. Mire rájönnek, majd később, hogy érzelmi bántalmazásban volt részük, akkor meg már túlságosan szégyellik magukat ahhoz, hogy ezt az egészet hagyták megtörténni, és ezért nem merik bevallani. Ez is a narcisztikus nagymama malmára hajtja a vizet. A nyolcadik tulajdonság ismerős lesz: a narcisztikus nagymamák megvásárolják az unokáik szeretetét. Például azzal, hogy drága dolgokat vásárolnak nekik, amelyeket te vagy ti, a szülő, a szülők nem engedhettek meg magatoknak, vagy nem szeretnétek, ha ilyen drága dolgai lennének a gyerekeknek. De ők erre így reagálnak. Csak szeretném, ha meg lenne neki az, amit szeretne. És nekem ez semmiség, én megengedhetem magamnak. A gyerek azonban nem sejti, hogy ennek a drága játéknak az árát neki majd más szempontból, de kamatostól kell visszafizetnie. Hamarosan ugyanis ilyen mondatok fognak elhangozni, hogy. Nem emlékszel, hogy mit is vettem neked? Megvettem neked azt a játékot, amire annyira vágytál, most te is megtennél nekem valamit? És ez rendszeres lesz. Sőt, a követelések egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek. Először tehát mindent beleadnak, aztán, mikor látják, hogy a horogra ráakadt a gyerek, becserkézték az áldozatot, akkor elkezdenek egyre kevesebbet beletenni a kapcsolatba. Egyre többet kivenni a saját elvárásaik fokozásával. A kilencedik tulajdonság, hogy a narcisztikus nagymamák nem tisztelik a határokat, ahogy egyetlen narcisztikus sem tiszteli a határokat. A narcisztikus nagymamák jellemzője, hogy nagyon gyakran a határokat figyelmen kívül hagyva betolakodnak a gyerekeik, unokáik életébe váratlanul, bejelentkezés nélkül felbukkannak. Bele se gondolnak abba, hogy neked más programod is lehet. Elvárják, hogy mindent eldobj, és a teljes figyelmeddel rájuk koncentrálj. Ha nem szabsz határokat, méghozzá sziklaszilárd határokat, akkor ezek rendre meg fognak történni. A narcisztikus nagymama elvárja, hogy az unokája is mindent ledobva, félredobva azonnal menjen, amikor neki kell, segítsen neki akkor, amikor ő kéri. Ezzel is a gyerek elszigetelése a célja. Tudja, hogy ha minél többet követel tőle, akkor jobban el tudja érni a célját. Van, hogy direkt dolgokat kér tőle, amikor tudja, direkt olyan dolgokat kér tőle, amikor tudja, hogy a gyereknek a hétvégén valami más programja van, csak fogja magát, és felbukkan nála, vagy odahívja magához. Elvárja, hogy ő legyen a gyerek életében a legfontosabb, hiszen ebből van a forrása. Elvárja, hogy a gyerek így gondolkozzon. Ha azonban a gyerek vagy a szülők nem úgy táncolnak, ahogy ő futyül, akkor bedühödik vagy bosszúálló lesz, és az unokájára, tudjátok, jön a hasítás fehérből fekete, az unokájára elkezd ellenségként tekinteni, és minden erejével azon lesz, hogy tönkre tegye azt a szerencsétlen gyereket. A tizedik tulajdonság, hogy a narcisztikus nagymama drámát hoz létre, drámát kreál. A narcisztikusok általánosságban is szeretik a drámát. Szeretik gerjeszteni, megteremteni, imádják, amikor kialakul a konfliktus. Leülnek, mint egy moziban, és figyelik, hogy mi lesz ebből az egészből. Ezzel is az erejüket bizonygatják maguknak. Lám-lám, még képes vagyok bonyodalmat okozni. Élvezik, hogy galibát okozhatnak. Minden információt begyűjtenek, mint a méhkaptárba, a méhecskék eltárolnak a másikról, és a kellő pillanatban előveszik és már is megvan a konfliktus, amit imád végignézni, elemezgeti az emberek reakcióit. Tehát nem kivétel ez alól a narcisztikus nagymama sem. Imádja, ha a gyermeke családjában áll a bár. Addig manipulálja a családtagokat, míg lassan mindenki mindenkivel vitába száll, és a család szép lassan romba dől. Azért csinálják ezt, mert torzult valóságban élnek és azt hiszik, hogy ha a családtagok egymás torkának esnek, akkor nem tudnak máshoz fordulni, csak is hozzá, a narcisztikus nagymamához. És végül a 11. tulajdonság, hogy a narcisztikus nagymamák repülő majmokat hoznak létre. Tudod, kik a repülő majmok, a flying Mankik, az óza nagy varázslóból, szembek, mint kifejezése, van róla külön videóm, keresd meg itt a Youtube-on. A többi unokát, a házastársukat, a barátaikat, vagy a saját párjukat is arra használják, hogy kémkedjen a saját unokája után, és olyan információt hozzon el neki, amelyekkel később manipulálni tudja őket. A repülő majmok tehát azok az emberek, akiket a narcisztikus felhasznál, a piszkos munkát elvégezteti vele, meggyőz, hogy segítsen neki. Természetesen ezt is hazugságokkal és manipulációval érik el. Van, hogy a nagymama mindezt olyan szintre emeli, hogy magának akarja a gyerek feletti gyámságot megszerezni. Legyél nagyon éber. Őszintén azt hiszi, hogy ő sokkal jobb szülője lenne az unokájának, mint a saját gyermeke vagy a párja. Ez ritkán sikerül neki, hál' Isten, mégis figyelj oda nagyon. Vedd észre, ha azt látod, hogy valaki vagy valakik állandóan nálatok vagy a gyermeket körül lebzselnek. Ha ilyet tapasztalsz, azonnal mondd el valakinek a családból. A narcisztikus nagymamák messze nem olyanok, tehát, mint a sztereotípiaként bennünk élő kedves nagyik. A narcisztikus nagymama hideg, számító, mindent megtervez, manipulálni és irányítani akarja az unokáit, ahogy mindenki mást is az életében. Ezért mindent megtesz. <kül> elnézést, ahogy veled is megtette, ha te voltál a gyereke, ugyanazokat fogja tenni. Tehát védd meg a saját gyermekeidet a narcisztikus nagymamától, de ez nem egyszerű dolog. <coughs> Amit tehetsz, az az, hogy megtanítod nekik, hogy hogyan kontrollálják a saját érzelmeiket, a gyermeket. Ha szeretnél még többet tudni a témáról, végezz el a tanfolyamokat, jelentkezz a TKOK-ra, terápiára, a sématréningre tréningre, és tanulj, 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 és védd meg a gyermekedet. Te ne legyél kódependens, mert azzal nagyon sokat árthatsz neki. Köszönöm a mai figyelmedet!